Sziasztok! Ez egy újabb rész a Techitről. Ebben a részben már azt nem fogom nektek megmutatni, hogy kell bányászni, mert úgy gondolom, azt már mindenki képes. Úgy gondolom, a házépítéssel sem lesznek már gondok. Az alapkemencét, meg ilyeneket ti is vágjátok. Én már tényleg csak a Techitben lévő új dolgokat szeretném bemutatni. Hát csináltam egy ilyen Ultra meg a Giga alapházat, amit meg akarok nektek mutatni. Legelőször a gumifát, mert nagyon sok vezetékhez gumi kell, mondom, az egyértelmű. Kétfajta gumifa létezik. Az egyik fajta gumifa az ilyen óriás fa, térképen lehet látni, hogy ilyen világos lombozatok van. Például egy ilyen óriás gumifa, tehát már láttam is két pár blokkot. Hát ennek az az a lényeg, hogy rengeteg van belőlük, annyit vághatsz, amennyit csak akarsz. Viszont a hátránya, hogy ehhez egy külön gép kell, hogy kinyert belőle a gumit, még a kis gumifákból pedig ki tudod csapolni. Már most ott nálam már ott ki van csapolva két fa, de mindjárt ütetek két újat. Csak ott már lehet is látni, hogy egy ilyen sárga öcs van rajta. Nem mindegyik fán van egyébként, de amelyiken van, az egy idő után tud respawnolni, ugyanis ezek el tudnak tűnni azáltal, hogy mi ilyen csapval kicsapoljuk. Utána megnézhetjük, hogy van-e még rajta. De tényleg nagyon ritka. Ezeket a fákat egyébként arról lehet felismerni, hogyha majd keresni fogtak ilyen fákat, hogy csúcsos a lombozatuk. Érdemes a csemetéket félrakni, mert ezekből végtelen mennyiség kell, szó szerint. Később ezt a gumit, ezt kell égetni, és akkor úgy lesz belőle, hogy egy égetett gumit ugye mutatod belőle, például ilyen. És úgy tudtak vezetékeket csinálni, például, és amit tudom ezzel a fémmel, három kell. Gyors megmutatom, hogy például így csináltok egy nagy feszültségű kábelt, és akkor például egy tehát ilyen szigetelt vezetéketek. De az a lényeg, csak részkábelt fogtok csinálni, úgyhogy ahhoz rész kell, kopper. Ugyanúgy bányászátok ki, mint a vasat, ugyanúgy égetitek ki, mint a vasat, de a szigetelésem a máshogy működik, mint a többi kábelnek. Ez egyetlen egy kábel, amit így kell szigetelni. De sajnos ebből kell ráadásul legtöbb, úgyhogy rengeteg gumi kell, rengeteg rész kell. Na most az első dolog, amit építeni fogtok, az a generátor. Én már egy kicsit előrébb haladtam és megépítettem, úgyhogy egyelőre csak úgy tudom megmutatni, hogy Too Many Items-ben mutatom meg. Kell hozzá egy machine block, ami 8 darab refined iron-ból áll. Refined iron-t úgy csináltok, hogy kiégetitek újra a vasat, tehát újra finomított vas. Valamint kell hozzá egy sima kemence, és kell hozzá egy gyelem. Egy erre battery, és azt úgy csináltok, hogy 4 tint. Ezt is úgy égetetik ki, mint a koppert és a vasat. Ez a tin, ez báldogot jelent.
ugye már kapásból kellett érni egy kábel, úgyhogy azért lesz az első dolgotok a kábel készítés, és két reszton, ugyebár, és így lesz egy jelenem. És hogyha ez mind megvan, akkor összeállítjátok a kis generátorotokat, hozzá kötettek vezetéket, például ilyet, hanem ilyet, és majd erre tudtok rákötni mindenféle szerkezeteket. Az első szerkezet, amit mindenképpen meg fogtok csinálni, és szerintem a legfontosabb, az a macerátor. Hogy mire jó a macerátor? Hát a macerátor az arra jó, hogy beraktok egy ércet, például egy tint, silvert vagy iront, teljesen mindegy, aminek kb. Ilyen az ikonja, azt ki tudjátok vele macerálni, és az a lényeg, hogy port készít belőle. De nem egyet, hanem kettőt, tehát egy ércből két port. És abból a porból később ugyanúgy ilyen kiégetett anyagokat készítettek, és végülis kb. Annyi az értelme, mint hogyha dupláznád azt az anyagot, amit kibányáztál. Hát akkor készítsük is el gyorsan. Ilyen gyors részeket akarok csinálni, nem akarom, hogy évekig tartson egy rész. Kell hozzá egy elektromos ilyen chip, kell az 6 vezeték. Na, megint a vezetékekről van szó, rengeteg vezetékkel, rengeteg kiégetett vas. Van is resztónunk. Van kiégetett vasunk, hál' az égnek erőre kikészítve. És akkor csináljuk is meg a chipünket. Így né, kell hozzá egy machine block, kell hozzá 2 cobblestone és 3 flint, valami ilyen kovakő. Ez mind megvan, úgyhogy lássuk is, kész is. És a vezeték mellé, de akár egyébként a generátor mellé is rakadnak egyből. Na már most rakjunk bele is valami ércet, mondjuk vasat. Ez lesz az első gép, amit befogtok, most még nincs benne áram, azért nem indult el. Ez lesz az első gép, amit megépítetek, mert így minden anyagotokat duplázzátok, tehát nem vész kárba semmi. A generátor az megy mindenféle fával, ugyan, mint hogyha egy kemencét használna áramgenerálásra. Hát teljesen ugyanúgy működik, csak az áramot termel, és ezzel tudod működtetni a többi gépedet. És akkor kész is az Iron Dustunk, mint ahogy láthattátok, egyetlen egy érzből 2 port csinált. Kini. 2. És berakjuk a kemencébe. Később folytatom. Berakjuk a kemencébe, akkor egyből fog csinálni egy vasércet, vagy vas, kiégetett vasat. Adjátok így, duplázzátok minden anyagotokat. És persze később ezekből újabb és újabb gépeket fogtok szerkeszteni. De majd a következő részben fogom ezt megmutatni. Ja, még amit nem mutattam meg nektek. Úgy szégyellem magamat, gyorsan meg is mutatom. Hogy lehet csapot csinálni, mert kicsapoljátok a fákat. Hát így, csapformájába rakjátok a deszkákat. Hát valamiért pont ellentétes irányba, de semmi baj. És akkor ennyi volna a csap maga. Na hát, ennyi lett volna ez a rész. A következő részben más gépeket fogok csinálni. Ennyire ennyi lett volna. Sziasztok!